Szereted a kávét, de nem vagy biztos abban, hogy milyen hatással van a testedre. Most felfedjük az összes titkot, hogy ne legyenek kétségeid fogyasztásával kapcsolatban. Elmagyarázzuk, hogyan hat a kávé minden szervre, különösen a májra, mivel ez az egyik legfontosabb szerv a testünkben. Első és legfontosabb, ha nem fogyasztasz kávét minden nap, úgy rengeteg értékes tápanyagtól fosztod meg a tested. A legújabb kutatások megerősítették, hogy a kávé jótékony hatásai túlmutatnak az antioxidáns tulajdonságain. A legtöbb ember a kávét a karakteres ízvilága, illetve energizáló hatása miatt fogyasztja. De vajon kizárólag ennyi lenne a kávé által nyújtott előnyök listája? Nem bizony, a kávé sokkal több módon hat az egészségünkre, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk. Nézd végig videónkat, és fedezzük fel együtt csodálatos tulajdonságait. A kávé teljes összetételét már nagyon jól ismerjük. Tartalmaz koffeint, trigonellint, nitrogéntartalmú anyagokat, lipideket, szénhidrátokat, szerves savakat, nyomelemeket és vitaminokat. Ezek a komponensek együtt a következő hatásokat gyakorolják a testünkre. Fokozza a fizikai aktivitást, a koffein, a kávé fő hatóanyaga, egy természetes alkaloid, amely serkenti a központi idegrendszert, javítva a fizikai teljesítményt és növelve a kitartást. Fokozza az agyműködést. A koffein erősíti a kognitív funkciókat, mint például a figyelmet, a koncentrációt, a memóriát és a reakcióidőt. A kávé segít, hogy éberebbnek érezzük magunkat, és produktívabbak legyünk a munkában és a mindennapokban. Csökkenti a krónikus betegségek kockázatát. Tudtad, hogy a rendszeres kávéfogyasztás segíthet csökkenteni a kettes típusú cukorbetegség, az Alzheimer-kór és még néhány rákfajta kialakulásának kockázatát? Ez elsősorban antioxidáns tulajdonságainak köszönhető, amelyek segítenek megvédeni a testet a szabad gyökök felhalmozódásával szemben. Csökkenti a Parkinson-kór kockázatát. A rendszeres kávéfogyasztás csökkenti a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát. Ennek az az oka, hogy a kávé szerves vegyületeket és savakat tartalmaz, amelyek segítenek megvédeni az agy idegsejtjeit a károsodástól. Jelen kutatások alapján a kávéfogyasztók körében 18%-kal kisebb valószínűséggel betegednek meg ebben a betegségben az érintettek. Ezek csak néhány jótékony hatás a sok közül, amit a kávé nyújt. Gazdag összetétele miatt a kávészemek nem csak finom, hanem egy igazán egészséges ital is készíthető belőlük. Azonban, mint bármely termék esetében, a kávét is mértékkel kell fogyasztani. Túl sok kávé fogyasztása olyan nem kívánt hatásokat okozhat, például álmatlanságot, szorongást és a magas vérnyomás. Hogyan hat a kávé a májra? A máj egy létfontosságú szerv, amely a táplálék feldolgozásáért, a vér tisztításáért és a toxinok eltávolításáért felelős. Ezen kívül epét is termel, amely segít a zsírok lebontásában és javítja az emésztést. A kávé számos olyan aktív összetevőt tartalmaz, beleértve a koffeint, antioxidánsokat és polifenolokat. Ezek az anyagok pozitív hatással vannak a májsejtekre, fokozva azok működését és védve őket a károsodástól. A kávé jótékony hatásai a májra. Csökkenti a májzsugorodás kockázatát. Számos nemzetközi tanulmány kimutatta, hogy a kávéfogyasztás összefüggésbe hozható a májzsugorodás kialakulásának alacsonyabb kockázatával, amely egy súlyos betegség, és károsíthatja a máj működését, sőt, halálhoz is vezethet. Zsírmájbetegség megelőzése. A kávé segít megelőzni a zsírmájbetegséget, amely akkor alakul ki, amikor a felesleges zsír felhalmozódik a májban. Védelmet nyújt az alkohol okozta zsírmájjal szemben. A kávé hatékonyan védi meg a májat az alkoholos mérgezéstől, és elősegíti a gyorsabb felépülést a rendszeres alkoholfogyasztásból. Rák kockázatának csökkentése. A mérsékelt kávéfogyasztás átlagosan 10%-kal csökkenti a rák kialakulásának kockázatát a máj területén. Hogyan hat a kávé a vérerekre? Természetesen a kávé hatása nem korlátozódik csupán a májra. Magas koffein tartalmának köszönhetően a kávé még a vérkeringésünket is jótékonyan támogathatja. A rendszeres bevitel segít megszüntetni a fáradtságot, javítja a vérkeringést és serkenti a keringési rendszer működését. Azonban a kávé nem egyformán hat az összes értípusra. A koffein értágító hatással van a vénákra, artériákra,
valamint a szív és a vesék ereire. Ezzel ellentétben érszűkítő hatásokkal bír az emésztőrendszerben, ami segíthet javítani az élelmiszerek lebontását és normalizálni az emésztést. Továbbá a kávé összehúzza a medencei szervek ereit is, ami csökkentheti a menstruációs fájdalmakat. Különösen figyelemre méltó, hogy a koffein erősen összehúzza az agy véredényeit. Egy csésze kávé enyhítheti a görcsöket, fejfájást és a rossz időjárás miatti kényelmetlenséget. Egy kis adag koffein a vérben javítja az ember általános jólétét. Azonban a kávé fogyasztását nem ajánlják krónikus érrendszeri betegségekkel küzdőknek vagy vegetatív érrendszeri disztóniában szenvedőknek. A legjobb és legrosszabb ételek, amelyek jól párosíthatók a kávéval. Tudtad, hogy a kávé káros lehet bizonyos ételekkel párosítva? Fedezzük fel a három legrosszabb ételpárosítást a kávéval a rák és a demencia megelőzése érdekében, valamint ejtsünk néhány szót a három legjobb párosításról is, amelyek segíthetnek egészségünk megőrzésében. Legrosszabb ételpárosítások a kávéval édes kávéitalok, mint például a vaníliás latte. Sokan élvezik a cukrozott kávéitalokat étkezés után. Azonban ezek az italok sok cukrot, poralapú készítményeket és szintetikus adalékanyagokat tartalmaznak. A túlzott cukor a fő probléma. Miután egy szénhidrátban és cukorban gazdag ételt fogyasztottál, egy édes kávéital hozzáadása még inkább megemeli a vércukorszintedet. Ez a kiugró szint inzulinrezisztenciát okoz, és a felesleges cukor a véráramban marad. Ez a cukormennyiség glikotoxinokká válik, gyulladást okozva az ereidben, ami akár rákhoz is vezethet. Ha ez a cukor eljut a májhoz, zsírmájbetegséget okozhat. Az agyban a hippokampusz, amely a memóriáért felelős, zsugorodhat, csökkentve az agy méretét, és így hozzájárulva a demencia kialakulásához. Továbbá az inzulinrezisztencia növekedése közvetlenül cukorbetegséghez, elhízáshoz, magas vérnyomáshoz és más metabolikus problémákhoz vezethet. A nagy mennyiségben előforduló krémes por ezekben az italokban könnyen zsigeri zsírrá alakulhat a testedben, ami a derékbőségedre és a koleszterin szintedre is hátrányosan hat, így a cukros kávéitalok fogyasztása étkezés után rossz szokás. Gyógyszerek. Ide tartoznak a táplálékkiegészítők és a vényköteles gyógyszerek. Néhányan úgy gondolhatják, hogy mivel a kávé koffeinje felgyorsítja az anyagcserét, lehet, hogy a gyógyszerük gyorsabban hat. Azonban ez nem így van. A kávé fogyasztása gyógyszerekkel hatástalanná teheti a gyógyszert, és súlyos egészségügyi problémákat okozhat. A koffein blokkolhatja a gyomorban a hasznos összetevők és táplálékkiegészítők felszívódását, ezáltal haszontalanná téve őket. A kávé és a vényköteles gyógyszerek keverése még nagyobb problémákhoz vezethet. Például a megfázás és köhögés elleni gyógyszerek, amelyek koffeint tartalmaznak, a szívet felgyorsíthatják és megemelhetik a vérnyomást, amelyek hosszú távon komoly egészségügyi károsodásokat okozhatnak. Ezen kívül a kávé vízhajtó hatása túlterhelheti a veséket, ha diuretikumokkal együtt fogyasztják. Csokoládé. Míg egy édes tej csokoládé torta egy csésze amerikaival remek választás lehet, és néhányan étcsokoládét párosítanak a kávéval diétás okokból, ez a kombináció súlyos problémákat okozhat. Mind a csokoládé, mind a kávé tele van koffeinnel. Ezek együttes fogyasztása túlzott koffeinbevitelhez vezethet, súlyos serkentő hatásokkal és a szívritmus szavar kockázatának növekedésével. Az American Heart Association figyelmeztet arra, hogy a túlzott koffeinbevitel súlyos szívproblémákhoz vezethet. Ezért jobb, ha a csokoládét és a kávét külön fogyasztjuk. Legjobb ételpárosítások a kávéval fahéj. Mexikóban a fahéjat kávéba keverve hagyományosan az egészség és a hosszú élet titkaként tartják számon. A kávé antioxidánsokban, úgynevezett polifenolokban gazdag, amelyek erősítik az ereket és csökkentik a gyulladást. A fahéj szintén tele van ezekkel az antioxidánsokkal. A kávé és a fahéj ötvözete hihetetlen szinergiát teremt, segítve a vérkeringés javítását és az ízületek táplálását. Elkészítése során akár használhatsz őrölt fahéjat vagy fahéjrudat is. Tej. Sokan szeretik tejjel kiegészíteni a kávéjukat, hogy lattét vagy kapucsinót készítsenek. A tej hozzáadása nem csak a kávé keserűségét és savasságát tompítja,
hanem javítja annak egészségügyi előnyeit is. A kávé vízhajtó hatása kalciumvesztést okozhat a szervezetedben, a tej, amely gazdag kalciumban, ellensúlyozza ezt a hátrányt. Ezen kívül a tej védőréteget képez a gyomorban, és semlegesíti a savasságot. Nagyszerű választás, hogy fehérjét adjunk hozzá, és kiegyensúlyozzuk a kávé tápláló értékét. Diófélék. A kávé nagyszerű az agy egészségének fenntartásában és a demencia megelőzésében. A kávéban lévő koffein megakadályozza a tauprotein képződését, amely demenciát okozhat. A kávéban található antioxidánsok védik és regenerálják az agy idegsejtjeit, fokozva a kognitív képességeket és a memóriát. A diófélék párosítása a kávéval csodálatos szinergiát teremt. Olyan diófélék, mint a dió, mandula és mogyoró tele vannak tápanyagokkal és telítetlen zsírokkal, amelyek aktiválják az agysejteket, növelve a memóriát és kitakarítva a zsírokat az erekből. Ez biztosítja a jobb véráramlást és több oxigént az agy számára. A cukros, kevert kávék helyett válasz fekete kávét és adj hozzá egy csipet fahéjat vagy szerecsendiót, így javítva tápanyag profilját. Kerüld el a táplálék kiegészítők vagy a vényköteles gyógyszerek koffeinnel történő fogyasztását, de nyugodtan élvezd tejjel. A csokoládé és kávé kombinációját hagyd ki, és párosítsd inkább a kávét diófélékkel, hogy támogasd agyad egészségét. Mikor árt a kávé a testnek? Sajnos, mint minden jótékony termék, a kávé is nagy mennyiségben káros lehet a testre. Mikor veszélyes? Ha nincsenek súlyos szív- és érrendszeri betegségeid, a kávé általában pozitív hatással lesz a testedre. Néhány csésze naponta nem árt az egészségednek. Azonban komoly szívbetegségek fennállásakor akár egy kis mennyiségű koffein is súlyos mellkasi fájdalmat okozhat. Ezért a legjobb, ha elkerülöd a kávét, ha magas vérnyomásod van, hogy megelőzd a vérnyomás ingadozásokat. Továbbá a koffein szívbetegségekben, gyors szíverésben, aneurizmákban és glaukomában szenvedőknek is ellenjavalt. Általános ellenjavallatok a kávéhoz egy várandóság és szoptatás. A koffein képes áthatolni a méhlepényen és bejutni az anyatejbe, ami negatív hatással lehet a baba egészségére. 2. Álmatlanság és alvásszavarok. A koffein stimuláns hatású, amely megzavarhatja a normális alvási ciklusokat, így fokozva a már meglévő alvásszavarokat. 3. Gyomorhurut és gyomorfekély. Magas savtartalom esetén a kávé súlyosbíthatja ezeket az állapotokat. 4. Bizonyos gyógyszerek. A kávé befolyásolhatja a fogamzásgátló implantátumokat, antidepresszánsokat és diuretikumokat. Ezen kívül egyesek külön toleranciával rendelkeznek a kávéra, ami szintén negatív következményekkel járhat. Ha nem vagy biztos benne, hogy szabad-e kávét innod, a legjobb, ha orvossal konzultálsz. Összességében a kávé egy rendkívül egészséges, sokoldalú és ízletes ital, amely széleskörű hatással van az egész testre. Segíthet megelőzni sok betegséget, ébren tartani bennünk, így támogatva jókedvünket és vitalitásunkat. Te rendszeresen fogyasztasz kávét? Ha igen, milyen típust szeretsz és mekkora mennyiségben? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tanulságosnak találod a videónkban elhangzottakat, úgy kérlek iratkozz fel csatornánkra, lájkolj minket és tekintsd meg korábbi tartalmainkat is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.